Hello mindenkinek, és üdv újra a csatornán! A mai videóban az aktuális kedvenceimet szeretném megosztani veletek. 1 milliárd éve nem volt ilyen videó a csatornám. Nem tudom, valahogy nem jött az ihletés. Azonban most összegyűjtöttem néhány olyan dolgot, amiért megőrülök, ami érdekel, amitől tényleg izgatott leszek, hogyha így szóba jön. Úgyhogy ma ezekről fogok beszélni nektek. Mindjárt megfulladok közben, és a mai videó azért is lesz egy kicsit rendhagyobb, mert egyrészt nem a szokásos helyszínen vagyunk, hanem Afrikában kalandozunk, a másik pedig az, hogy ez egy vlog formában rögzített aktuális kedvencek lesznek, amitől egy kicsit várhatóan őrült lesz ez a mai videó. Na de kezdjük is! Mostanában rengetegszer viselem ezt a gyűrűt, valahogy felkelek, felöltözöm, és az első gondolatom az, hogy én ezt a gyűrűt szeretném viselni. Ez egy Bézi Jewelry gyűrű, és sárga részből készült maga a gyűrűtest, a teteje pedig, én szerintem ez egy hegyi kristálykő szeretne lenni. Ez a kis félcsigás megoldás számomra nagyon izgalmasan néz ki, abszolút művészi darab, és megőrülök érte. Az érdekesség az, hogy úgy néz ki, mintha egy halálos fegyver lenne, mert azért itt komoly dolgok vannak, kérem szépen, de egyáltalán nem, még karcolást sem okozott. Úgyhogy egészen jól el vagyunk egymással. A másik dolog pedig egy óra lenne a Jord márkától. Ez egy nagyon különleges rózsgold számlapos fa óraszíjú óra, amit ezzel a kis píszes karkötőmmel szoktam mostanában viselni, és a Jord márka megkeresett engem. Már körülbelül, nem is tudom mikor volt az első ilyen alkalom, talán 2 évvel ezelőtt, és akkor küldtek nekem egy órát, de az annyira nagy volt a kezemre, hogy egyszerűen nem mutatott jól, tehát egyáltalán nem állt jól, és ezért oda is adtam az egyik ismerősömnek. És most szintén volt lehetőségem arra, hogy válasszak egy órát, ezt a darabot választottam, ami szerintem extra különlegesen néz ki. Az óraszínnak a színe egy abszolút neutrális vonalat képvisel, és emiatt tényleg tök jól tudom passzintani különböző színű vagy stílusú outfitekhez is, és hát maga a számlap talán a legérdekesebb. Rózsgold számlap, és itt oldalt pedig apró kis kövek szimbolizálják a számokat. És a legnagyobb öröm a dologban az az, hogy kicsi feje van ennek az órának, tehát nem tűnik túl furának a vékony kis kezemen. És ez fontos, mert az előzőnél ez volt a legnagyobb probléma. Tehát így nagy örömmel viselem ezt az órát, mert nagyon szép, és egyáltalán nem életidegen úgy rajtam. Szóval igen, így most tökéletesen passzol. A Jord egyébként felajánlott számotokra is egy órát, hogyha a leírásra kattintotok, ott találtok egy linket, ami átvisz benneteket a Jordnak az oldalára, és $180 értékben megnyerhettek egy órát. Teljesen random módon lesz a sorsolás, egy emberé lesz a $180-os Jordfa óra, ingyenes postával természetesen, és lehet állítani az óra méretét is, úgyhogy ez nagyon pozitív, hiszen így valósulhatott meg az, hogy ez az óra tökéletesen passzol a kezemre. Szóval, ha szeretnétek magatoknak egy új és különleges órát, akkor most itt a lehetőség, katta a leírás, ott a link, és jelentkezzetek az óráért, hát ha te, vagy te, vagy te, vagy te, vagy te leszel a szerencsés. 2 dologért vagyok megőrülve most ezen a kategórián belül. Az egyik az a light alapozás, azaz a nagyon könnyű alapozó viselés az arcomon, és ezt hát eléggé trükkösen szoktam elérni, mert azért kell valamennyi fedés is, de mégsem szeretném azt, hogyha egy picit mosolygok, vagy a mimikám ugye zajlik éppen az arcomon, akkor ne legyen ez a betöredezett bőr effektus. Úgyhogy ezért mostanában 3 kedvencemet szoktam így összekeverni a kezemen. Az egyik a La Roche-Posay Effaclar Duo Anifiant nevű termék, ez egy színezett hidratálónak is mondható, de azért ennél lesz sokkal több, problémás bőrre például ez egy nagyon jó kis termék. Aztán 2 cseppet szoktam hozzátenni a Catrice HD Liquid Coverage alapozómból, és még 2 picikét a Fit Me korrektorból, ennek 15-ös a színe, szóval ezt az egyveleget szoktam egy benedvesített beauty blenderrel felvinni az arcomra, és ettől, nem tudom, olyan kellemesebb a végeredmény, olyan laza, olyan kicsit ilyen fluffy mi is ez a magyar szó? Szóval az egész olyan könnyed, lágy és laza. Az a baj, hogy letörik a kezem, úgyhogy most ilyen féloldalasban nyomjuk. A következő kedvencem ebben a kategóriában az ez a száraz sampon lenne, ami a Colab nevű márkától van. Na most, aki brit youtuberekkel tisztában van, és nézi őket, annak Ruth Creely neve ismerős, és hát jó pár évvel ezelőtt történt meg már ez a kollaboráció Ruth-szal és ezzel a száraz samponokat gyártó márkával, így született meg a Colab! Colab, Colab, és én azóta... Na ezt most valószínűleg, hogy nem jól mondtam. Maradjunk annyiban, hogy Ruth Creely, Colab, száraz sampon. Jó? És itt tiszta dolog. Tehát, 1 millió éve szerettem volna már kipróbálni ezt a terméket, és most itt van, és a többi száraz samponhoz képest, amit eddig próbáltam, magasan vezet. Egyrészt nagyon jó az illata. De most ezen túl, tehát tropikál illata van, cuki kis flamingók vannak az elején. Ja nem, ez nem a flamingós. Ez a pálmaleveles. A pálmaleveles, ez még jobb. És valahogy olyan energia jön ki ebből a kis üvegből, szóval egyszerűen őrület az egész. Olyan energikus maga a spré is, mint hogyha egy tornádó történne a fejemen. Wow! És iszonyatosan jól működik. Egyszerűen még plusz 2 napig kibírom a hajmosást, ami pedig durva. Hú! Tornádó! Mindig vannak aktuális kedvenceim, akikre rá vagyok fagyva, akik nagyon érdekelnek, akiknek úgy igazán elkap a személyisége, és nem tudom abba hagyni a videóik nézését. Nos, mostanában 2 ilyen személy van az én életemben. Az egyik egy modell, Valéria Lipovetsky, aki modell, anyuka is, 2 gyereke van, és próbál ilyen életmóddal kapcsolatos tippeket megosztani, illetve abszolút ilyen életszerű dolgokról szokott beszélni, sőt, még a munkájába is el tudjuk őt kísérni, szóval szokott olyan videókat is csinálni, amikor elmentünk vele egy fotózásra. Igen, ez a helyes szó. Úgyhogy Valéria most az én egyik nagy kedvencem, egyszerűen tényleg a személyisége hihetetlenül kedves, és aranyos, és gyönyörű a csaj is, tehát lehet tőle inspirálódni, akár így megjelenésben is, az öltözködése is nagyon király, szóval nagyon bírom. A másik az pedig egy főzős csatorna lenne, a Honeysuckle Catering Dong, remélem jól mondom a nevét. Ő eszméletlen, fantasztikus recepteket szokott megosztani, és a hihetetlen professzionális módon. Tehát, hogy maga a látvány is olyan, hogy örömmel nézi az ember, maga a személyiség is olyan, hogy örömmel hallgatod a receptet, mert mindig hozzátesz valami kis plusz dolgot, amitől tényleg egyedivé válik az egész. És nem tudom, megőrülök a csatornáért, tehát mondhatni már az összes videót láttam, és most már eljön az a pillanat is, amikor végre talán el is készítek néhány receptet, mert egyik jobban néz ki, mint a másik, és ő kifejezetten az a típusú lány, mert van egy vlog csatornája is, aki tényleg nagyon sok időt tölt azzal, hogy ez a recept az tényleg frankó legyen. Tehát, hogy ő kísérletezik, ő nem fals, kb. Információkat oszt meg a nézőivel, hanem halál pontosan, mindent időre, mindent mennyiségre kiszámítva, tényleg mindent oda tesz, hogy az tökéletes legyen, szóval. Ha érdekel titeket, a leírásra beteszem a csatornáik linkjét. Mostanában egy sorozat van, amiért megőrülök, ez pedig a Divis Mates, azaz magyarul talán született szobalányok. Ez itt a térdemem. Igen, ez a térdem. Jézusom, itt fetrengek az ágyon. Ez is a térdem. Na, te, most hova tegyem? Na jó, ide teszem. Tehát, a született szobalányok, gyakorlatilag hasonló az egész szitu, ha még nem hallottatok róla, mint a született feleségek, hát ugye a címből azért rá lehetett jönni, hogy van itt valami hasonlóság. Azért tetszik ez a sorozat, mert könnyed, vicces, ha konfliktus is van, az 1-2 részen belül megoldódik. Most komoly. Na tehát, hol tartottam? Mindegyik bejárónő latin nő, tehát nagyon csinosak, nagyon szépek, imádnivaló akcentusuk van, és maga a sorozat tele van jobbnál jobb karakterekkel. Azt láthatjuk, hogy milyen az élete egy bejárónőnek egy hiper-szuper gazdag Beverly Hills-i házban, illetve a saját életükből is láthatunk részeket, illetve hogy ez a kettő hogyan tud keveredni egymással. Szóval az egész egy nagyon könnyed, vidám és vicces sorozat, és már a 4. évadnál járok, és egyszerűen imádom. Azt hiszem, hogy megtaláltam a paradicsomot, és hát úgy hívják, hogy outlet. Tehát egyszerűen őrületes, hogy milyen király tud lenni egy outlet. Én még soha nem jártam, tudom, hogy Budapesten is van, de most egy német outletben voltam, és olyan őrületes márkákat találtam, hogy nem hittem el, tehát, és olyan őrületes termékeket a márkákon belül, hogy majdnem 6 táskával jöttem el erről a fantasztikus helyről, de helyette a következő dolgok történtek. Szóval az outlet az nagyrészt olcsóbb lehetőségeket kínál sokkal, mint amit a boltban ugye láthatunk, de ez azt is jelenti, hogy a pénztárcánk ugyanolyan nagy veszélyben van. Bementem egy Nike üzletbe, és ott vásároltam meg őt. Ő egy Nike Air cipő, fehér, olyan, mintha felhőn lépkednék, csodálatos, és nagyjából ennyi, amit tudni kell róla. Fehér, úristen, fehér, nagyon durva. Jóval áron alul sikerült megvásárolnom, mint ami, de azért még azt kell mondanom, hogy így is rohadt drága volt. A másik dolog az pedig, hát végül a 100 táskából egyet választottam, az pedig egy hátitáska lenne a, mindjárt mondom a márka nevét, ez egy német márka, Liebeskind Berlin, igen, ez a márka neve, és egy hátitáskáról van szó, ami egy kicsit ilyen indiános beütésű, ez egy bőrtáska egyébként, bőr és vászon kombináció, és amikor megláttam, azonnal is szerelembe estem vele, mert ez egyszerűen fantasztikus úgy, ahogy van. Ez is kedvezményes volt nyilván, hiszen outlet árról beszélünk, de azért még így is vad volt. Úgyhogy hát hajlamos az ember euróban, hát ez csak 120 euró, ott ez semmi. Aha, aztán utána beszorzod és elájulsz. Na, szóval ez a kettő újdonságon van most így, és rájöttem, hogy imádom az outleteket, és azt hiszem, hogy nem ez volt az utolsó látogatásom egy ilyenben, mert szerintem én könnyen függővé válhatok. Úgyhogy csak óvatosan ezzel az egésszel. Túl jó cuccok, túl jó áron, és iszonyat jó minőség. Szóval ez így a varázsszó. Ami még érdekes és új helyszín volt számomra, az az, hogy voltam a müncheni állatkertben. Elfelejtettem a nevét. Hellabrunn nevű állatkertben, és nagyon tetszett az egész. Szeretek állatkertbe járni, de valahogy nem mindegyiknek van meg a feelingje. Ennek határozottan megvan. És a kedvenc részem olyan zárt, de egyben az állatok számára nyitott rész volt, ahol különböző madarak voltak. Tehát volt ott egy viszonylag nagyobb kis patakocska, ahol... Csak kinyögöm már, hogy mit akarok mondani, tehát kacsák voltak, különböző típusú madarak, volt, aki fent repült, volt, aki sétálta az úton, volt, aki éppen kergetőzött a másikkal a vízben, szóval valahogy annak a helynek az atmoszférája ragadott meg a leginkább, ott olyan csendes volt minden, olyan békés, és közben mégis az állatok pedig abszolút szabadságban mászkáltak ott mellettünk, és nagyon érdekes élő lényekkel találkoztam, úgyhogy abszolút ez volt a kedvencem. Utána pedig képzeljétek el, hogy életemben először kipróbáltam a bicikli taxizást, ami hát Pesten is elérhető egyébként, de valahogy még úgy nem jött el az ideje, hogy én a saját városomban bicikli taxizzak, amikor van egy frankó kis bérletem, amit egyébként elhagytam. A mostani havit elhagytam, de egyszerűen nem értem magam. Mostanában mindent elhagyok. Na de, szóval kipróbáltam a bicikli taxizást, és állati jó volt. Igen, róla van szó, ami az év felfedezetje számomra. Májvacukor kókuszreszelékben. Hát tudjátok, milyen puha a májvacukor, és ezzel a kókusszal számomra a tökéletes kombináció. Az egész olyan, mintha egy felhődarabot ennék meg. És most meg is eszek egy felhődarabot, mert már nem bírom magam tűrtöztetni. A kókusz viszont nem jó barátja a fogszabályzónak. Most minden létező helyen kókuszreszevék van. Na mindegy. Szóval, a mai videónak itt a vége, remélem, hogy tetszett nektek ez a kicsit más stílusú, aktuális kedvencek, mint ahogy az általánosságban megszokható, de örültem, hogy ma is itt voltatok velem, legyen szép napotok, ha tetszett a videó, jöhetnek azok a lájkok, csatlakozzatok a csatornához, ha még újak vagytok, minden szerdán és szombaton van friss videóm, elvileg, és hamarosan találkozunk egy újban, addig is tessék pezsegni, és szép napot nektek, sziasztok! És most hogyan csináljak borítóképet? Amikor csak egy kezem van. YouTuber life.